Ez itt a KED animációs stúdió, aminek Antót Géza a vezetője és alapítója. Itt készült a Maestro Oscar-díjra jelölt film. Nagyon sok mesefilm készül itt, például a Babóca, a Fuflit, meg a Detté és Zsót. Gyertek és nézzünk be az alkotók munkáiba! Most készül a Bogyó Babócának az 5. és a 6. évada. Ez már egy nagyon régi mese sorozat, 2010-ben volt az első 13 mese. Rengeteg folyamaton megy át, mire ebből lesz egy elkészült mozifilm. Először átmegy egy ilyen elővágáson, van egy ilyen bankó hang, amit mi felveszünk, hogy akkor meglegyen pontosan 4,5 perc, mert hogy összességében ugye 5 perces mesék. Utána pedig igazából így le van bábozva tulajdonképpen már magába az anime stúdióba, tehát a programba, és akkor ez alapján készül majd el az animatik, és akkor ezután pedig megy majd az animátorok. Most ez tulajdonképpen egy ilyen díszlet az egész, amiben van rendezve, és akkor alatta meg már megvan a hang. Összességében 26 évad fog készülni. Határidőket nem annyira tudok, elvileg, hogyha mondjuk a Kuflit nézzük, az egy ilyen másfél év körülbelül egy évadnak az elkészülése. Hát Pogány Judit egy virtuóz. Hát, ha nem akarok túlozni, 150, tehát egy olyan 100-150 karakternek a hangjai szólal meg. Hangfelvételen mondtuk neki, hogy akkor most mit van. Kanári madár, vagy a bogyó, vagy a mókusregő, vagy az Alfonz, vagy akárkinek kell most beszélni, akkor ő neki annyira a fejébe van, hogy igazából rögtön megszólal, mire hogy kell éppen. Ez egy alapvetően stop motion animáció, nagyrészt 3D-ben készül, több fázisa van. Van egy storyboard fázis, amit a rendező alkot, ez elkerül egy animátorhoz. Az animátor megálmodja a storyboard alapján a jelenetet, leanimálja egy 2D programban, és utána jön a következő fázis, ami nagyrészt 3D-ben készül, utána pedig különböző utóeffektek és háttéranimáció kerül alá. Tehát így néz ki a 2D-s előfázis, és ez alapján dolgozunk 3D-ben, és annak az eredménye ez. És egy rész mennyi idő volt elkészíteni? Hát egy rész körülbelül a storyboardtól egészen a végső leadásig egy hónap. Dolgozik egy rendező, egy animátor, egy post-production és a hangkeverő, tehát körülbelül 4-5 ember. És honnan jött ez az ötlet, hogy ilyen gyufák, ilyen gyufa van benne? A rendező fogott egy gyufás dobozt, és elkezdett vele játszani, és rájött, hogy ezek a kis gyufák, ezek hasonlítanak az emberekre. Van egy feje, van egy teste, és aranyos történeteket lehet belőlük kitalálni. Klasszikus Nasreddin Hodzsa nevű török bölcsnek a ilyen vicces rövid meséit csináljuk meg ilyen nagyon minimalista formában. Ezek ilyen körülbelül 2 perces kis mesék lesznek, és akkor azok mindegyik egy-egy ilyen csattanós, vicces tanítást mutatnak be. Ez is ugyanúgy épül fel egyébként, mint egy olyan gyufánál. Itt is készül egy storyboard. Itt rajzolok gépen, akkor ebből készítem el először a propsokat, vagyis az ilyen kellékeket, amiket utána használni kell az animációban. Az animátornak odaadok egy olyan fájlt, amiben minden ilyen kis karakter jelenetekre bontva megvan. Utána ezt, amit itt megrajzoltam, ezt a narrátornak a hangjára, aki Berecz András ebben az esetben, rárakom, hogy mikor következik ez a kép, mikor következik ez a kép, és akkor abból tudja, hogy akkor itt az animációban mikor minek kell történnie. Mindegyik karakternek vannak ilyen kis kontrolljai, amivel lehet ezeknek a mozgását csinálni. Ezeket még az elején megépítettem, és akkor utána ezekből lehet különböző
más figurákat is csinálni, akik aztán ugyanígy fognak mozogni, és akkor így lesz egy egységes stílusa ennek. Általában nem tudom tartani a határidőket, de szerintem egy-két hét igazából, amíg egy epizód ugye ebből a fázisból, amikor már megvan a storyboard, elkészül. Ez egy olyan dolog, hogy nincs benne igazából nagyon díszlet. Tehát kellékek vannak, amik szükségesek ahhoz, hogy azokat az akciókat, amiket a figurák csinálnak, azokat le lehessen játszani, de mondjuk nincs háttér. És ez szándékos, hogy ne kelljen igazából ezt egyrészt megcsinálni, másrészt meg, hogy ne vonja el a figyelmet ezekről a ilyen agyas történetekről. Ezt a sorozatot, ezt először egyedül kezdtem el, aztán egy animátorral, Kingával egyébként, aztán utána megint egyedül csináltam, és most megint van egy animátor kolléga, akivel közösen csináljuk, de alapvetően igen, ezt teljesen egyedül végig lehet vinni, készült belőle. 35 epizód, ebből 20 már fenn van YouTube-on, és összesen 52 lesz első körben. Elvileg meg kellene lennie év végére, gyakorlatban majd meglátjuk.